Évente 10%-a bővül az utasainak köre, a következő 10 évben megduplázódik azok száma. Ezt mondja a Kassai Nemzetközi Repülőtér üzemeltetési működési igazgató helyettese. Sárospatakra azért érkeztek a társaságtól, hogy bemutassák szolgáltatásaikat, amelyekkel mind a turizmus, mind pedig a gazdasági élet szereplői egy újabb lépéselőnyhöz juthatnak. A Hello Kassa, a polgári társulás vezetője azt mondta, ők elsősorban a két szomszédos megye turisztikai együttműködését szeretnék erősíteni. Találkoztunk azzal, hogy sokan azt mondták, hogy Magyarországról el akarjuk vinni az itteniket, hogy ne az itteni reptereket használják. Ez nem teljesen igaz. Ez egy olyan lehetőség, hogy a 72 kilométer Sárospatak-Kassa távolság, amit egyrészt időt, energiát és pénzt is tudunk spórolni az innen utazóknak, másrészt viszont ez is egy megjelenési felület. A Kassára érkező turisták a világ bármely pontjáról, mert ugye ugyanúgy, ahogy a Kassáról elérhető a világ, akkor a világ bármely pontjáról is ide tudnak utazni, akkor találkozhatnak akár már a reptéri reklámfelületeken, vagy a mi hírportálunkon keresztül azokkal a lehetőségekkel, amivel például oda tudják vonzani a vendégeket hozzájuk. A reptéren igyekeznek segíteni az utazókat, a hosszú távú parkolás díját idén 40%-at csökkentették, ráadásul a Hello Kassa kezdeményezésére egy magyar nyelvű honlapot is létrehoztak a reptér számára. Ez éven 450 ezer utasunk lesz, és minden évben van 10% több utas, ami fő célunk. A lehetőség, hogy a Kassai Nemzetközi Repülőtéren keresztül érkezhetnek hozzánk vendégek, vagy elérhetik az utazási lehetőséget a patakiak is, több mint kedvező, mondta a város polgármestere. Egyre többen használják ki ezt a lehetőséget, ám én úgy érzem, hogy nekünk sárospatakiaknak, nekünk zemplénieknek még ebben is van mit tennünk. Éppen ezért örömmel vettem azt a kezdeményezést a Hello Kassa Egyesülettől, hogy mutassuk be, népszerűsítsünk, adjunk teret a kassai repülőtér bemutatkozására. Ez jó lehet a város turizmusának, jót tehet a szőlészeknek és borászoknak, és jót tehet az itt működő, minden válságot túlélő kis és közepes vállalkozásoknak. A reptér üzemeltetői azt is közölték, magyar nyelvű segítséget telefonos megkeresés során is tudnak adni az érdeklődőknek.